Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Kedves testvéreim, ma Nagybőjt negyedik vasárnapját ünnepeljük. Felszentelt pap távolétében ige liturgián veszünk részt. Ige liturgián kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szent cselekményben. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te szent fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd kérünk, hogy keresztény néped készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Az Úr így szólt Sámuelhez. Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt. Amikor megérkezett és meglátta Eliábot, azt gondolta. Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Izáj így bemutatta Sámuelnek 7 fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz. Ezeket nem választotta ki az Úr. Aztán Sámuel megkérdezte Izájt. Mind itt vannak fiaid? A legkisebb nincs itt, válaszolta. Anyáját őrzi. Sámuel erre meghagyta Izájnak. Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt. Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt. Rajta. Kent föl, mert ő az. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úr nékem pásztorom, én séget nem kell pásztorom, az Úr nékem pásztorom,
Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják, ébredj ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte, sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá. Menj, mosakodj meg a Siloé tavában. Siloé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak. Nem ez az, aki itt ült és koldult. Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid. Ő azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta, menj el a Siloé tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle, hol van az az ember? Ő azt felelte, nem tudom. Erre az ember, aki nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték, nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak, bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? És szakadást támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt, és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük. Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azok ezt válaszolták. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól.
A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert és figyelmeztették, dicsőítsd meg az Istent. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt, hogy bűnöse vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam és most látok. Erre ismét megkérdezték, mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő ezt felelte, miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni. Erre megátkozták és azt mondták, te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik, éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket sem nem hallgatja meg az Isten, de aki Isten félő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki, te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna, de ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmaradt bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! A korábbi századokban mindig az volt a szokás, hogy a felnőtt kereszteléseket a húsvét vigiliáján tartották meg. A hittanulók felkészülésének utolsó szakasza a húsvétot megelőző nagybőjti időszak volt. Az egyház olyan szentírási szövegeket választott, amelyek segítik a keresztség felvételére készülőket a hit útján, rámutatva a hit ajándék jellegére, értékére és a hit szerinti élet jelentőségére. A szamariai asszonnyal való beszélgetést, amit múlt vasárnap hallottunk, a vakon született ember meggyógyítását és jövő vasárnap a Lázár feltámasztását a halálból, tehát ennek tükrében érdemes szemlélnünk. Ennek megfelelően a testi látás és a lelki világosság, valamint a szemüket eltakarók és a lelki vakság témái kerülnek elő a mai evangéliumban. Az egyik oldalon azok állnak, akik megkapják a látást és elfogadják a hitet. A másik oldalon pedig azok állnak, akik vakságban elvakultan élnek, elutasítják a hitet. János evangélista részletesen írja le a vakon született meggyógyítását. Az elbeszélés a gyógyítás leírásával kezdődik, ez követi a történtekre való magyarázatkeresés a farizeusok részéről, majd pedig az immár látó személy visszatér Jézushoz, aki tanítást ad a hitbeli látásról és a lelki vakságról. A gyógyítás eseménye egyszerű. Jézus sarat csinál, azt a vak szemére keni, megparancsolja neki, hogy mossa le, és mire ezt megteszi, visszatér, addigra már lát. Ezt az egyszerű csodát János evangélista egy nagyobb keretbe foglalja, amelyben a tanítás a lényeges. Jézus cselekedete mellékes, ezt jelzi, hogy tanít, beszél, miközben magát a csodát véghez viszi. Az elbeszélésben több olyan kérdés is előkerül,
amelyek nem csupán a korabeli vallásos zsidóságot foglalkoztatták, hanem az első keresztény közösségeket is. Kettőt említsünk meg ezek közül. A korabeli felfogás szerint minden testi betegség vagy fogyatékosság a bűnnel áll kapcsolatban. Aki bűnös, azt Isten valamilyen betegséggel sújtja, még akkor is, hogyha bűne rejtve van a többi ember előtt. Még azt is elképzelhetőnek tartották, hogy valaki nem a saját, hanem más bűnei miatt kapja a betegséget, mint ahogy szerepel is a mai evangéliumban, hogy kivétkezett ő vagy a szülei. Válaszában Jézus elutasítja ezt a feltételezést, és kifejezi, hogy a bűn és a betegség között nem áll fenn ilyen kapcsolat. Ne gondoljuk, hogy az egykori zsidó nézet nincs jelen napjainkban a mai keresztények között. Amikor valakit betegség vagy baleset ér, hányszor lehet hallani ezt a kérdést, hogy mit vétettem, hogy az Isten ezzel ver. Két szempontból is helytelen ez a gondolkodásmód. Egyrészt, mert nincs feltétlenül kapcsolat a bűn és a betegség között, másrészt pedig azért, mert Isten nem könyörtelen, aki minden pillanatban azt lesi, hogy kivétkezett, és bűnét azonnal megtorolja azzal, hogy ráhozza a bajt. Jézus új összefüggésbe helyezi a betegséget. A vak betegségén és gyógyulásán keresztül Istent akarja megmutatni, kinyilvánítani jóságát. A minket érő betegségeket, tragédiákat ennek fényében érdemes vizsgálni, ami figyelmeztet és jelt ad, mintsem büntetésnek tekintendő. A történet választ ad arra sokszor hangoztatott kérdésre, hogy miért nem történnek napjainkban is nagy számban látványos gyógyulások. Látnunk kell, hogy nem minden beteg gyógyult meg Jézus korában. Értelemszerűen az evangélisták azokat az eseteket jegyezték le, amikor Jézus csodákat tett. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy bárkitől is megtagadta volna a segítséget Jézus, hiszen mindenkit meggyógyított, aki hittel a gyógyulás reményében fordult hozzá. De ne feledkezzünk el arról, hogy a sikertelen názereti tanítás története így zárul. Nem tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Napjainkban is történnek orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulások, például Mária kegyhelyeken, igaz, kevés számban. Ezek az esetek azt bizonyítják, hogy ahol igaz hit, Istenben vetett bizalom, iránta való őszinte szeretet van, ott történnek csodák. Miért várnánk csodákat ott, ahol a hitetlenség és Isten elutasítása uralkodik? Urunk Istenünk, köszönjük neked a hit ajándékát. Köszönjük, hogy a hit által világosságot gyújtottál életünkben. Köszönjük, hogy megadtad nekünk a hit ajándékának elfogadását, a neked való engedelmességet és az irántad való bizalmat. Tudjuk, hogy a hitetlenség nem azért uralkodik a világban, mert bárkitől is megtagadnád a hit ajándékát, hanem azért, mert egyesek nem fogadják el azt, és szembefordulnak szereteteddel. Értük imádkozunk, hogy elvakultságuk börtönéből kilépve meglássák a hit világosságát, és elfogadják azt. Vezess minden embert a hit és az üdvösség útján. Amen. És most halljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy Krisztus világossága vezessen bennünket földi életünkben. Add, Urunk, hogy egyházad a bűn és a tudatlanság vakságát az igaz hit világosságával orvosolja. Kérünk téged, hallgass meg minket! Világosítsd meg kegyelmeddel a népek vezetőit, hogy tisztán lássák, mit kell a közösség javára tenniük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vezesd el, Urunk, a nem hívőket és a kételkedőket az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Gyarapítsd, Urunk, egyházközségünkben a szeretet fényét és melegét. Kérünk téged, hallgass meg minket! A nagybőti lelki gyakorlatok nyissák meg szemünket szent akaratod felismerésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, Te vagy a világ világossága. Kegyelmed fénye oszlassa el lelkünkben a bűn sötétségét. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, minden vasárnap hivatalosak vagyunk az ige és az eukarisztia asztalához. Az ige liturgiában az Úr Jézus szólt hozzánk, ő azonban köztünk akar lenni a kenyér alakjában is, hogy eledelül adja nekünk önmagát. A szent áldozás összeköt minket Krisztussal és egymással is. Az eukarisztia mindig szentmise gyümölcse. Az oltárszekrényben őrzött szentostyák egy előzőleg bemutatott szentmisélből valók. Most idehozzuk az oltár asztalára. Dicsőítsük és magasztaljuk Jézust, aki meghív minket szent asztalához. Közös feleletünk ez legyen, kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi tanítómesterünk és példaképünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi örömünk és vigasztalásunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi bátorítónk és erősségünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te mutatod meg életünk értelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vezeted a helyes útra a tévelygőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te erősíted meg a téged követőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi gyöngeségünk támasza. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi testi-lelki bajaink orvoslója. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus, te vagy a mi üdvösségünk záloga. Kérünk téged, hallgass meg minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Itt
Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem gyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztebb tested, s a Te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Íme jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek, öntsd szívembe a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit, a bűneim felett érzett igaz bánatot, és bűneim jóvátételére az elszent, erős akaratot. Megilletődött lélekkel és együttérző szívvel elmélkedem öt szent sebedről, szemem előtt tartva, amit Dávid próféta már előre megmondott rólad, jóságos Jézusom. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszemlálták minden csontomat. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, vasárnap is Isten tiszteltünk végéhez értünk. Ebben az órában Isten szavának hallgatói és az Úr asztalának vendégei voltunk. Az Úr megajándékozott minket az ő igéjével és szent testének kenyerével. Így Szent Pállal mi is mondhatjuk, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Köszönjük meg Istennek ezt a nagy ajándékát, de ne csak szavakkal, hanem Istennek tetsző életünkkel is. Plébános Atya megbízásából hirdetem a következőket. Jövő héten, kedden, április 1-én este 6 órakor Gyálvároson Szent Mise lesz, április 2-án szerdán este 6 órakor Gyálvároson Szent Mise, április 3-án csütörtökön 3:45-től szentségimádás lesz, ezt követően 6 órakor csendes Szent Mise lesz Gyálvároson, és mivel első csütörtök, ezért a szeretetlen közösség Szent Miséje, előtte imaóra. Április 4-e péntek, bőjti nap, 17:30 Gyálvároson keresztút, majd ezt követően 6 órától énekel Szent Mise, és mivel első péntek, ezért Jézus szíve család Szent Miséje, előtte imaóra és gyóntatás is lesz. Jövő hétvége, Nagybőjt 5. vasárnapja, országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Jövő szombaton, április 5-én este 6 órakor Gyálvároson Szent Mise, és mivel első szombat, ezért a Szent Mónika közösség Szent Miséje a családokért, előtte imaóra. És jövő vasárnap a szokott rend szerint 4:45 és 10 órakor lesz Gyálvároson a Szent Mise, a 10 órai Szent Mise a Szerda Mise. Itt Újhegyen délután 3 órakor lesz ige liturgia. Húsvéti képeslapok a sekrestyében kaphatók, illetve a húsvéti díszítéshez adományt a sekrestyében köszönettel veszünk. Két meghívást is szeretnék átnyújtani a kedves híveknek. Az első az április 10-én 5 órakor lesz a Gyálvárosi templomban, Jézus nyomában a Szentföldön. Ez egy vetített képes előadás lesz, amit Bordogi Zsuzsa idegenvezető tart, éppen a Szentföldről érkezik haza, és ezen az egy napon lesz Pécsett, így nagyon hálásak vagyunk, hogy eljön és megtartja ezt az előadást. Tehát április 10-én 5 órakor. A másik, az pedig április 15-én nagy kedden, este a Szent Mise után 6:30 filmvetítést tartunk, a Passió című filmet fogjuk megtekinteni. Tehát 6:30-től nagy kedden, április 15-én a Gyálvárosi templomban. És örömmel tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy az FM 101,2-es frekvencián megszólalt Pécsett is a Katolikus Rádió, mely folyamatosan 24 órás műsoridőben hallgatható. Tehát FM 101,2 Katolikus Rádió, most már Pécsett is. Most pedig álljunk fel, és kérjük Isten áldását. Áldjon meg és őrizzen meg minket az Isten, ragyogtassa ránk arcát, és legyen hozzánk irgalmas. Fordítsa felénk tekintetét, és adja meg nekünk békességét. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térve hullva újból fohászkodom, buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távollevőket, ha te bennek bízva munkájottál rá, urasd munkájára áldásod harmatát, hogyha bízol rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hálítsd el a veszélyt, hogy így napról napra hálad el szívvel, dicsérjünk téged most és mindörökké. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk véget ért, menjünk békével. Istennek legyen hála.